Ez az a levél a pénzügyminisztériumtól, amit a pécsi polgármesternek küldtek. Ebben azt írják, hogy nem érheti hátrány a Baranyai megyeszékhely önkormányzatát, ha marad a pécsi többcélú agglomerációs társulás tagja. Mint ismert, korábban ki akart lépni ebből Pécs, mert félt attól, hogy hátrány érheti. A decemberi közgyűlésen újra a képviselők elé került a tagság. Az előterjesztés szerint marad a társulásban a megyeszékhely. Ez előnyökkel jár, mondja a polgári oldal frakció vezetője. Ezzel több százmillió forint tud Pécsen maradni, és több százmillió forintos beruházás keretében egy pécsi bölcsöde is meg tud újulni, hiszen ez társuláson keresztül, egy társulás által megpályázott és elnyert támogatásból fog felújulni. Ezen kívül Pécs mintegy 100 millió forintnyi működési támogatást is kap a központi kormányzattól, azért mert ellátja a kistérség vezetését. Tehát ez az az összességében éves szinten akár 4-500 millió forint, amitől Pécs elesett volna pusztán azért, mert Péterfi Attila és a baloldal nehezen tudott értelmezni egy jogszabályt. Júniusban még úgy ítélték meg, hogy anyagi kockázatot jelent és a támogatás visszafizetését, ha a kis települések nem teljesítik adatközlési kötelezettségüket. Ezért akartak kilépni. Pécs és a környező 40 kis település alkotja a társulást. Az elmúlt fél évben bizonytalan volt, hogy marad-e ennek tagja a Baranyai megyeszékhely. A társulás keretei között valósul meg például a kis településen élők egészségügyi vagy szociális ellátása helyben, aminek megszűnése a pécsi intézményeket terhelte volna. A tagság fenntartásáról december 6-án dönt a pécsi közgyűlés.